Na csácsumi, sziasztok srácok! Keeper jelentkezik egy csodálatos videóval, amiben elmondanám, hogy először is alsó újlag MGTS újra indulási projekt indul holnaptól. Lesz az első videó. Erre még ki fogok térni, de még annyit el szeretnék mondani előtte, hogy 7 Days to Die videó minden második nap lesz. Szóval így van betervezve, kicsit akarok egy ilyen struktúrát adni, hozzáadni a csatornához, hogy gyakorlatilag valami rendszeresség legyen, mert meg szoktatok örülni, hogy össze-vissza van minden, és kérdeztek. És mindenkinek jobb az, hogyha van valamilyen rendszeresség. Szóval, 7 Days to Die videó minden második nap lesz. Ennyi. A végtelenségig. Meg tovább. Na, alsó újlak, amire biztos mindenki kíváncsi és rákattintott erre a videós linkre. Alsó újlak újra indul, de teljesen új köntösbe. Arra gondoltam, hogy nem a szokásos dologgal kezdünk ugyanúgy mindig, hogy elkezdünk dolgozni, összeszántunk, hanem kitűzök egy célt magamnak, mert igazából mindig a céltalanság okozta annak a sorozatnak az elévülését, mármint nem volt cél. Főleg azon a mapon gyakorlatilag nem lehet megvenni a földeket, más nem tudsz csinálni, csak dolgozol. Ezért egy célt fogunk kitűzni magunknak, és ez nem lesz más, mint az 1 milliárd euró. Igen, 1 milliárd eurót kell elérnünk, és nem lesz ez olyan egyszerű, mert csak modolt retro járművekkel fogjuk csinálni, semmi mással, és ráadásul azokat a járműveket is túl fogom árazni. Szóval nem az lesz, hogy egy silinga búzáért kapunk egy MTZ-t, hanem azért van itt ez a Word dokumentum megnyitva, hogy megmutassam gyakorlatilag, hogy mi lesz, mire lehet számítani. UTB, UTB ár. UTB ára lesz 50 ezer euró. MTZ, ez, nem csak ezek a járművek lesznek, csak így próbálom így megmutatni, hogy mégis mire lehet számítani. MTZ 82-es kiskabinos, 100 ezer euró. Annyiért veheted meg. Rába 250. 200 ezer euró. K700. Kirovec. 200 ezer euró. Forsrit Combine ára 100 ezer euró. Class Dominator ára 200 ezer euró. IFA, sima IFA ár 100 ezer euró. Pótkocsik, ez nem, mert még van egy, ami mindenképpen be fog kerülni. Kamaz, nyerges kamaz, ár 200 ezer euró. A, ami még érdekes lehet, pótkocsik. Pótkocsik és különböző más munkaeszközök, inkább így próbálom ezt elmondani, mert ugye itt azért valamennyire változnak az árak. De mindenképpen nagyon drágák lesznek. Tehát a pótkocsikra is arra lehet számítani, hogy 50, 100 vagy 200 ezer euró lesz darabja. Tehát a játékot nem fogjuk mással kezdeni, mint egy valószínűleg egy MTZ 82-vel, de lehet, hogy egy UTB fele hajlok. Lehet, hogy egy MTZ 82 egy darab nagyon kicsi pótkocsival, és egy darab Forsyth Combine-nal. És nincs hitel, és van 20 ezer eurónk. Amiből 20 ezer euróból, csak úgy próbálom így mondani, hogy 20 ezer euróból nem veszel semmit. Ez úgy lesz beárazva gyakorlatilag ez az egész, hogy baromi drága lesz minden. Nem az lesz, hogy tényleg 60 darab rábas tájvért veszünk, aztán szántanak, vetnek, meg aratunk. Nem úgy van, mert ugye azt hiszem, hogy talán valami 12 ezer euróba kerül a rába a bizonyos modokba. Nem, ezeket a modok árat én mind át fogom írni, horribilis összegre. És az lesz a cél, hogy kitermeljünk 1 milliárd eurót, és gyakorlatilag azt próbáljuk megvalósítani, gyerekek. És itt ugye, mivel ilyen drágák lesznek a gépek,
Ezért meg kell gondolni, hogy milyen járművet veszel, hogy érdemesebb befektetni 100 000 eurót egy MTZ-re. Vagy inkább gyűjtögessünk kinkeservesen és tudjunk venni egy Rába 250-est. Vágjátok, srácok, hogy igazából mi lesz akkor a projekt. Akkor a csatorna működni fog úgy, hogy minden második nap lesz 7 Days to Die, és minden második nap, tehát így váltják egymást, minden második nap szeretnék Farming Simulator 15 alsó újlakot az 1 milliárd eurós kihívás keretébe. Közben random, ugye gyakorlatilag mind a két nap akkor lesz valami, így végig egymás után, és még akkor közben fognak beérkezni Spintiles videók, meg mindenféle nézegetem, Besiege nézegetek egyébként most, meg Scrap Mechanicot, meg van egy-két projekt, amit még szeretnék így folyamatosan vinni, meg ugye retrózunk is, úgyhogy te ez a kettő az alsó újlak és a 7 Days to Die, ez mindig minden második nap lesz. Úgyhogy erre lehet számítani, tényleg akarok adni egy kis rendszerességet ebbe az egészbe, mert mindig kérdezgetitek, hogy mikor lesz az. Legyen az, hogy rendszeres, tudjátok mikor van, ami érdekel, azt nézi. Kész! Ennyi volt! Szevasztok, srácok!